2013 óta fejlesztjük ezt az ESR rendszert. Az állami erdőgazdaságok szerették volna látni egy programban az összes erdészetüket és az összes munkafolyamatot. Kérésük volt a erdőgazdálkodóknak, hogy segítségre van szükségük a forma, dokumentumok, mindenféle hatósági nyomtatványok előállításához. Az ESR ezért egyrésztről egy ilyen dokumentum előállító. Ez azért is jó, mert így az erdőgazdálkodóknak nem kell folyton a hatósági változásokat nézniük a névi honlapján, hanem ezt mi megtesszük neki. Ez egy olyan rendszer, ami mindig hatályos, a jogszabály követésről mindig mi gondoskodunk. Az erdészeti tervezés teljes részét lefedi a szoftver, lehet benne erdőművelést tervezni, kinyomtatni a hatósági bejelentőt, műveleti lapok, papitermelési tervek és műveleti lapok, akár még szállítójegy is nyomtatható mobiltelefonon keresztül. Folyamatosan fejlesztünk, van egy szakmai csoport, ami az ország valamennyi erdészetétől jönnek az erdész és informatikus kollégák, és velük beszéljük meg már évek óta a soron levő fejlesztéseket. Igen, Magyarország erdőterületének már több mint 60%-án használják a szakmai rendszert, aminek az egyik nagyon népszerű eleme a TERI, Telepi Erdészeti Információs Rendszer, androidos mobiltelefon alkalmazás. Amikor most voltunk Inna Lignumon, akkor többekkel találkoztunk ott is. Az első szó, amit mondtak az erdészek, hogy végre valami hasznos dolog. Nagyon szeretik, több mint 2000 letöltés van a Google Play áruházban. Akár 40 000 dokumentum is elérheti a terepen, tehát ha kimegyünk egy erdészethez, bárki kérdezi, milyen állomány, hány éves, mi lett elültetve, csak nyúlnak a kollégák a zsebükbe, és előveszik a terit, és minden dokumentum ott van benne. Az elsődleges feladatai ennek az alkalmazásnak, tehát hogy a rengeteg leíró és tervadatot megjelenít, kinn a terepen, offline körülmények között is, tehát nem kell adatforgalom neki. Teljes körű erdészeti üzemi térkép van szintén offline a telefonon, sokféle, többfajta érhető el, mind vektoros, mind a régebbi fajta, akár OMS térképek, illetve űrfelvételek is megjelenítetők. Előszeretettel használják a tömegbecsülési jegyzőkönyv felvételére, hiszen automatizált ezzel a folyamat. Pár nyomkodással előállítható egy felület, ami beállítjuk, hogy milyen fafajok vannak, milyen átmérő intervallumok között, és milyen beosztással készítse el a program a felsorolását, és akkor csak mérünk, nyomjuk, nagyon gyorsan lehet vele rögzíteni az adatokat. Ugye ezzel elkerüljük a dupla munkát, nem kell papíron becsülni, aztán benne felvinni a készüléken. A telefonkészülékekben található GPS segítségével pedig teljes körű térképi mérési folyamatok végezhető, pont, vonal és poligon mérések. Határazonosításhoz is elsősorban már ezt szokták használni. Ugye mobiltelefontól függő a pontosság, időjárási körülményektől is. Van-e fenyőállományban vagyunk-e? Ilyesmi. Előszeretettel használják. Igen. Akkor ide vágtam pár képernyőképet, talán látszik valami. Amikor belépünk a TERI alkalmazásba, minden felhasználó az számára jogosult erdőrészletek listáját látja, tehát a kerületvezető erdészek csak a hozzájuk tartozó releváns adatokat. Egy gombnyomással megjeleníti, hogy mely erdőrészletek vannak a közelünkben, illetve térképen is oda-vissza kapcsolatban mutatja, hogy hol vagyunk, melyik erdőrészlet mi, onnan elérhető annak az adatlapja. Nagyon interaktív, hogy úgy mondjam. Az e-lap
vagy az erdőrészlet leírólag teljes formátumában megtalálható. Ugye itt lehet látni az állomány leírás, a szintek, minden itt van. Egy gombnyomással elérhető az adatlap és a fatömegbecslési jegyzőkönyv. Már elérte a 2000-et a Google Play-en letöltések száma, és most már nem csak az állami erdészetek használják a szoftvert, hanem most már a magánerdőgazdálkodók is nyitottak rá. Szeretik, sokan úgy jöttek hozzánk, hogy nem is tudták igazából, hogy melyik erdőrészlet tartozik hozzájuk akár, és nem is tudták, hogy hol van a helyszínen, úgyhogy például Terivel oda lehet navigálni a GPS segítségével, benn vannak a dűlőutak is a legtöbb esetben. Amilyen mobiltelefonunk nekünk van, mindegyiken működik, itt látható, hogy legtöbben Android 7-esen kutatják a készüléket. És mind a kínai, mind a dél-koreai, mindegyik telefonon fut. Ugye az erdőgazdaságoknál legtöbb a Samsung készülék, de LG mindegyiken megy. Ugye ez a Teri okostelefon alkalmazás, ugye ennek az ESR-nek a része. Hogyha az erdész kolléga ugye offline tudta használni a Terit a terepen, amikor megy wifi közelben, vagy ha adatkapcsolata van, gombnyomással szinkronizálhatja egy webes rendszerre, amit már például nem a kerületvezető erdészek érnek el, hanem a mérnökök. És ők, látszik talán a képen, mindenféle statisztikát, grafikont elő tudnak állítani, ők így képben vannak, hogy mi folyik az erdőben, minden napra kész, rengeteg report és Excel érhető el, szintén már elő vannak készítve, tehát gombnyomásra. Igazából így terveznek az állami kollégák, most már is már a több magánerdészet is. Az ügyviteli támogatottság is már megfelelő, tehát az ESZ-ben az erdőgazdálkodás már egy teljesen zárt folyamat, nincs rászorulva már senki, hogy például a faanyag eladásokat várja a könyvelőtől, hogy akkor mi volt, mennyi volt, minden zárt. Itt látható, hogy van az ETA, a Terinek a testvére, aki egy szintén androidos okostelefon alkalmazás, ő például a faanyag készletezést látja el. Ez is offline működik, oda megy a kolléga, ezen is van térkép, benyomja, hogy oké, most bevételezek egy sarangot, ilyen fafajokból áll, magasság, szélesség, számítja a köptartalmát, és akár már ott a helyben ki is ad a készülékkel. Ugye nagyon sok ilyen mini nyomtató van, ami elfér a ilyen övszíjra lehet csatolni, vagy nadrágzsebbe, és azzal már ki tudja nyomtatni például a bizonylatot is, hogyha vesznek ott faanyagot. Igen, létrehoz egy kiadási bizonylatot, az kinyomtatja, akár kinyomtatja a szállítójegyet ott helyben. Mindez ugye már digitálisan megvan. Hazamegy este, nyom egy szinkronizáció gombot, akkor már ott elérhető a számítógépes rendszerben a főnökeinek is, mindenki látja. A magánerdőgazdálkodóknak is elérhető, ugye gondolom mindenki kérdezné, hogy ez így minden szép és jó, de akkor a fő dolog, hogy honnan van az adat. Ugye az adatokat és a térképi anyagokat nem mi adjuk, mi ezt a szoftvert fejlesztettük ki önmegbízásból. Hát ugye az erdő részlet leíró lapokat hatóság megadja mindenkinek. Az a baj ugye, hogy ezeket még nem digitálisan adják oda. A államtitkár úr is beszélt róla, hogy sok jogszabályi módosítás volt, és hogy cél, hogy modern, hatékony legyen a jogszabályozás, és ahogy az elnök úr is mondta, hogy a gazdálkodók érdekeit szolgálják ezek a jogszabályok. Tehát mi bízunk abban, hogy ez kicsit gördülékenyebb lesz a jövőben, hogy kapják meg adatszolgáltatás keretében a gazdálkodók ezeket az adatokat. Meg lehet őket vásárolni digitálisan a névüktől, illetve több ügyfelünk van, akik begépeltetik Excelbe a dokumentumot.
diákokat. Ugye anélkül nehezen működik, hogy nem látjuk a... Nem látjuk, hát úgy nem tudjuk látni az ellapot, ha nincs meg digitálisan, ugye ez normális. Igen, de ez működik, és egy járható út, akit érdekel, az majd megtalál az előadás után. Ennyit gondoltam. Köszönöm.